Nem mindig lehet megtenni azt, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem híres mondása alapján cselekedtek a hévízgyörkiek. 2015 után idén már sikerrel pályáztak a belügyminisztériumnál. Ennek eredménye a felújított egészségügyi rendelő. Az orvosi rendelő ünnepélyes átadásán, melyre november 23-án került sor, színes gyermekműsor és köszöntőbeszédek fogadták az egybegyülteket. Nagy szeretettel és örömmel köszöntök mindenkit, aki eljött, hogy részese legyen a felújított orvosi rendelő ünnepélyes átadásának. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár urat. Vécsei László országgyűlési képviselő urat. Bazan Tibor polgármester urat. Szovics Mihály alpolgármester urat, a megjelent képviselőket, az egyházak képviselőit és az orvosi rendelő dolgozóit. A himnusz közös eléneklését követően a hévízgyörgyi Petőfi Sándor általános iskola tanulói, Tóth Anna és Tóth Bence énekes hegedűs előadását hallgathatták meg a jelenlévők. Ezután Fekete Gitta és Sápi Tóth Sarolta, harmadik osztályos tanulók mondtak verset Doktor Néni címmel. Doktor Néni, kicsi lányom, hogyha beteg, egész család beleremeg. Tűzszög, lázas, fáj a feje, nem találja hol a helye. Mikor beteg, mindig kéri. Doktor bácsi helyett néni. A doktor néni tényleg csoda, így szívesebben visszük oda. Teste orvos, a lelke gyógyszer, így talán ez a legjobb módszer. Sok türelem, kedves szavak, s kiapad a könnyes patak. Kedves arcát, hogyha nézi, a szurit már nem is érzi. Fájdalma, bár lehet komoly, enyhíti egy kedves mosoly. Majd lányom mondja kedvesen, a doktornénit szeretem. Fehér köpeny, egy angyal benne, ő olyan, mintha anya lenne. Ezt követően Nagy Pál Dóra, Zrena Anna, Gohil Ármin és Zabos Rihárd galgamenti csárdást táncoltak. Ünnepi beszédet mondott Bazan Tibor, Hévízgyörg község polgármestere, melyben kifejezte köszönetét a teljes felújításért. Ennek keretein belül kicserélték az épület nyilászáróit és tetőszerkezetét, valamint hőszigetelés és burkolás is történt. Ez az épület az 1960-as években épült. Az első időkben TS irodaként funkcionált, majd később orvosi rendelőként. Ezen az épületen megépítése óta semmilyen felújítási munkát nem végeztek. 2016-ban elmondhatjuk, hogy méltatlan körülmények között végezték orvosaink, ápolóikkal együtt a gyógyító munkájukat. Gyógyító munkájukat mindennek ellenére példamutató odafigyeléssel, igyekezettel. Köszönet érte. Köszönet érte dr. Hanák Klára házi orvosnak,
dr. Majoros Valéria gyermekorvosnak, dr. Sujál Pál fogorvosnak, asszisztenseiknek és Cerok Andrásné, valamint Gubáné, Kári Márta védőnőknek. A jövő nem fogja jóvá tenni, amit te a jelenben elmulasztasz. 2015-ben is pályáztunk rendelünk felújítására, sikertelenül. Azonban nem adjuk olyan könnyen. Ezért 2016-ban is benyújtottuk a Belügyminisztérium által kiírt pályázatot. Ebben az esztendőben siker koronázta kitartásunkat, így elmondhatjuk, ezzel az épülettel kapcsolatban a jelenben nem mulasztottuk el megtenni, amit lehetett. Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem jelmondata szerint igyekszünk cselekedni Hévízgyörkön, amely így szól. Nem mindig lehet megtenni azt, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet. 2016-ban lehetett orvosi rendelőt felújítani, tetőt, nyílászárót cserélni, szigetelni, burkolattal ellátni a várótermeinket. 2016-ban Magyarország kormányának köszönhetően sikerült szebbé, jobbá, gazdaságosabbá tennünk orvosi rendelőnket. Orvosi rendelőnket, ahol orvosaink méltóbb körülmények között végezhetik mindennapi gyógyító tevékenységeiket. Ahol betegeink szívesebben várakoznak a megszépült környezetben. Köszönettel tartozunk dr. Dukai Miklós államtitkár úrnak segítő támogatásáért, mellyel ez a beruházás megvalósulhatott. Vécsei László képviselő úrnak, akinek támogatására, mint mindig, most is számíthattunk. Most szeretnénk még orvosainknak megköszönni türelmüket, hogy a munkálatok ideje alatt is végezték gyógyító munkájukat, nem mindig megfelelő körülmények között. Köszönet jár még a kisgyermekes szülőknek, akiknek a szomszéd településre, Galgahévízre kellett beteg gyermekeiket vinni. Köszönjük galgahévízieknek a lehetőséget. És köszönet a türelemért, akik ezen időszak alatt településünkön nem részesülhettek a fogászati szakrendelés munkájában. Köszönettel tartozunk az IMI 999 Kft. Ügyvezetőjének, Illés Mátyásnak és dolgozóinak az igen rövid idő alatt, 6 hét alatt elkészült felújításért. Felújításért, ami immár 5. megújult közintézményként ékesíti településünk főutcáját. Köszönettel tartozunk még az előkészületi munkákat végző és a projektmenedzseri feladatokat ellátó Gódor Balázsnak. Petőfi Sándor sorai jutnak eszembe. Ne fogjon senki könnyelműen a húrok pengetéséhez, nagy munkát vállal az magára, ki most kezébe lantot vesz. 2016-ot írunk. 6 év eltelte után elmondhatjuk, hogy 2010-ben miniszterelnökünk nagy munkát vállalt magára, amikor átvette az eladósodott ország irányítását. Mi Hévízgyörkiek, az alig több mint 3000 lakosú település lakói, köszönettel tartozunk országunk vezetőinek, hiszen ez a kormány átvállalta Hévízgyörk adóságát, amely 514 millió 817 ezer forint, és mindemellett lehetőség nyílt iskoláink, művelődési házunk, tájházunk, középkori templomunk, és most az orvosi rendelünk megújítására. Ebben az évben, október 23-ára elkészült az 1956-os emlékmű is. Mindez kötelez bennünket hévízgyörkieket becsületes munkára, kötelez bennünket példamutatásra, hogy úgy tudjuk nevelni gyermekeinket, úgy tanítsuk őket igazmondásra, munkaszeretetre, felebaráti és hazaszeretetre. Isten segítse, őrizze vezetőinket, bennünket, mindannyiunkat, hogy így végezzük napi munkánkat. Napi munkánkat, amelyhez sok dolog szükséges. Összefogás, türelem, bizalom, kitartás, és mindezek mellett talán a legfontosabb dolog az egészség. Lassan, év végéhez közeledve elmondhatom, Hévízgyörkön a 2016-os esztendő az egészség éve volt. Az egészség éve, hiszen ebben az esztendőben a két legnagyobb beruházásunk, a tanévnyitón átadott műfűves labdarúgópálya és a most átadásra kerülő orvosi rendelő.
Mindkettő szorosan összefügg az egészséggel. Egyik a megelőzésben játszik fontos szerepet, míg a másik a gyógyításban. Mindkettőről elmondhatjuk, hogy immár 21. századi körülményekkel várják a sportolni, a gyógyulni vágyókat. Végezetül jelmondatunkkal fejezem be köszöntőmet, amely az élet minden területére igaz, hittel, összefogással a jövő útján. Vécsei László országgyűlési képviselő is köszöntötte az egybegyűlteket. Polgármester úr lélekemelő gondolataiból, szavaiból jól értheti az is, aki egyébként nem itt él, vagy nem ismeri Hévíz Györköt, hogy itt egy tudatos építkezés folyik. Ez az egészség éve gondolatsor, amit polgármester úr elmondott, ez jól mutatja, hogy mennyire odafigyelő, tudatos módon építi az önkormányzat azt a rendszert, ami a hévízgyörkiek egészségét, illetve az egészség megőrzését szolgálja. Végezetül én azt szeretném kívánni itt a megnyitó alkalmával minden hévízgyörkinek, lehet, hogy furcsán fog hatni, hogy ezt a gyönyörűen megújult, szép, kíméletre és büszkeségre okot adó, rászoruló intézmény a lehető legkevesebbszer kelljen fölkeresniük. Hiszen ha valaki idejön, az azt jelenti, hogy valamilyen oka van arra, hogy idejöjjön. Biztos vagyok benne, hogy itt a házi orvosok lelkiismeretes munkája során az első találkozás egyben a gyógyulás is jelenti, tehát nem nagyon kell majd tovább menni, vagy reméljük, hogy nem kell tovább menni az egészségügy következő fokozataiba a betegeknek. De az a legjobb, hogyha a focipályán és egyéb módon az egészség megőrzés, betegség megelőzés lehetővé teszi, elérhetővé teszi, hogy ne kelljen ide jönni az orvosi rendelőbe, ne kelljen semmilyen okból az orvosi ellátáshoz fordulni. Én azt gondolom, hogy nem kis dolog az, hogy fölújíthatott Hévíz György egy ilyen orvosi rendelőt. Azt gondolom, hogy minden település életében, ahol látva itt a gyerekeket, a lelkes felnőtteket, ahol gondolnak arra, hogy sportba fektetnek, az egészségügybe fektetnek, ott a jövőt építik. Azért gondolom ezt, hogy a jövőt építik, mert a sportolással, az egészség megőrzésért, a jövőért tudunk sokat tenni, és sokat tehetünk azért, hogy a szülők, nagyszülők, az unokáikat, a gyerekeiket nyugodt körülmények között, egészséges körülmények között nevelhessék. Összefoglalva, amit szerettem volna elmondani, én nagyon gratulálok polgármester úréknak ehhez a gyönyörű épülethez. Én azt kívánom, hogy mindenki használja. Az itt gyógyító orvosoknak sok sikeres gyógyítást kívánok, az itteniaknek pedig, hogy használják, és nagyon gratulálok még egyszer a kivitelezéshez. Az egyházak képviselői Lindákné János Zsuzsanna evangélikus lelkésznő és Karácsondi Mihály katolikus plébános kértek áldást a községrendelőjére. Márk evangéliumának második fejezetéből a 17. verset szeretném felolvasni. Jézus ezt mondja, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban az előbb már hallottuk, hogy bizony, amikor ennek az épületnek az ajtaját, a bejárati ajtaját átlépjük, akkor bizonyára úgy lépünk ide-be az épületbe, hogy valami fájdalmunk van, valami betegségünk, segítségre szorulunk. Segítségre szorul a testünk, de a testünk mellett a lelkünk is. Jézus jól tudta ezt, és ő így gyógyította azokat, akik hozzáléptek, akik az ő segítségét kérték. Az előbb a kislányok versében, a Doktor néni című versben is az volt, hogy a doktor néni gyógyítja a testet, a szava pedig a lelket. Bizony mennyire fontos mindannyiunk számára, hogy test és lélek együtt gyógyuljon, hiszen így tudunk csak egészségesek lenni, egészséges emberekként élni ebben a világban. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálatelt szívvel mondunk köszönetet neked ezért a felújított rendelőért. Köszönjük, hogy mindig gondoskodsz nem csak lelkünkről, hanem testünkről is. Nem csak azt akarod, hogy a lelkünk üdvözüljön és boldog legyen, hanem azt is akarod, hogy a földi életben is öröm töltse el szívünket, testünk is egészségben éljen. Bár a bűn következtében újra és újra betegségben esetünk, mégis köszönjük, hogy gondoskodsz rólunk, gondoskodsz arról,
hogy meggyógyulva hálát adhassunk neked. Kérünk, fogadd el köszönetünket, fogadd el hálánkat az épületért, de még inkább az orvosokért, az itt levő emberekért, azokért, akik közreműködnek abban, hogy embertársaink visszanyerjék egészségüket, hogy dicsőíthessenek téged. Az egybegyúltak jelenlétében Karácsondi Mihály, katolikus plébános megáldotta a felújított egészségügyi rendelőt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az áldást követően Vécsei László országgyűlési képviselő, Bazan Tibor, Hévíz György község polgármestere és dr. Dukai Miklós, önkormányzati helyettes államtitkár ünnepélyesen átvágták a nemzeti színű szalagot. A több mint 31 millió forintos felújítás után a Hévíz Györkiek örömmel vehették birtokba a megszépült és immár korszerű orvosi rendelőt.